Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Szabó Sándor vagyok, a mai beszélgető társam pedig Szentes Róbert. Üdvözöllek, Robi! A mai témánk az nem más, mint az intuíció. Bizonyosan sokan hallottak már arról, hogy itt ezen az úton, aki elindul a valóság útján, vagy a szellemi úton az intuícióról. Szeretném megkérdezni Szentes Robit, hogy mi a véleménye az intuícióról? Mi is ez? Érzelemként, érzésként, gondolatként, vagy hogy tudja ezt megélni egy ember? Honnan tudja, hogy neki intuíciója volt, nem pedig egy sima gondolata, vagy pedig egy érzése? Tudod, az érdekes, hogy ez a több definícióra van szükség, és minden, attól függ, hogy milyen tudatossági szinten vagyunk, azaz minél többet oldottunk meg, annál inkább változik a definíció, és annál kevesebb szükség van a definícióra. De az elején kell, tehát az intuíció az isteni hang, az isteni vezetés. Okay? Ez olyasmi, mintha képzeld el, hogy van egy nagyon széles út, és azon az úton van ez a választóvonal. És mintha ezen a választóvonalon próbálnánk úgy menni, hogy egyik lábat a másik után, ez az intuíció. Nagyon sokan ugye jobbra-balra csapongunk, ott vannak a furcsa kis hangok, akkor az önszapulások, önszabotázsok, akkor vannak a trükkös hangok, tehát ez mind igazán az ego, ez mind az elvaratlan, múltbeli, feldolgozatlan batyúból jön. És az intuíció igazándiból az a vezérlő vonal, ami minden történetünkben ott van, csak mi az elején nem tudtunk, vagy nem tudunk róla. Amikor én csinálok oldásokat emberekről, azt sem, hogy van ez az eszmetlen nagy óceán, ez a nagy mély óceán, és ebből aztán tényleg több milliárd vödörnyi vizet ki lehet merni, és mégse csappan a mennyisége, ez az elme, és mindig visszaviszem őket egy olyan eseménybe, ahol egy-két filmkockát, ha kémere vittünk, és a mögé, annak a mélybe megyünk, mindig megtaláljuk azokat az intuitív üzeneteket, ami ott volt, de mi fölülírtuk. És abban az intuitív üzenetben megtaláljuk azt az isteni vezetést, azt a kifinomult valamit, amit úgy érezzük, hogy elhagytunk, ha azt visszapótoljuk, akkor megkapjuk újra az irányt. Olyan, mintha új térképet kapnánk a kezünkbe. Értem. Akkor, ha jól értem, az intuíció az nem más, mint az ego által keltett zaj mögötti csendes hang, ami egyszer csak hirtelen semmiből egy megkérdőjelezhetetlen élményt úgymond felszabadít benned, vagy előköz benned, tudatosít. Jól értettem ezt így, így igen. Kell értem? Nem tudom, elmondhatom itt egy személyes példámat, a személyes tapasztalásomat. Nekem volt egy olyan, hogy oda voltam egy magyar mesternek a táborában, és ahogy sétáltam a szép növények közt, hát ugye rettenetesen gyűlöltem magam, bűntudattól kezdve minden, és volt egy momentum, egy pillanat, elkapott a sírás, és ki tudtam mondani magamnak őszintén, hogy mennyire szeretem magam, és hogy megbocsájtok magamnak mindenért, tehát megjelent bennem az önszeretet. Ez abba a szem minutumban számomra, sőt, azt kell, hogy mondjam még az ego számára, és akkor az élmény játék megélésekor megkérdőjelezhetetlen volt. Nyilván miután ez az élmény lecsillapodott bennem, utána az ego azonnal betámadott, hogy na, mi van, XY, te kis, ez meg az, úgyhogy mégse az volt, tehát nem is szereted magad, stb. Nem tudom, akkor jó irányba volt, de onnantól kezdve, tehát még most is jelenleg is úgy vagyok bele, hogy az a szent momentum, azt nem felejtem el, az még most is itt van bennem. Hogy ez az Isten vezettetés volt, ha jól vettem ki a szavaidból. Igen, nagyon érdekes, amit mondtál, mert
amit éreztél, amikor így elérzékenyülünk, és tényleg úgy olyan sírás van, az nagyon sok mindent jelez, és szép dolgokat jelez. Általában a mi régi szomorúságunkat és a bánatunkat fedezzük fel, és az kezd elengedődni, és bármikor mi elengedünk valamit, egy konfliktust, vagy egy traumát, vagy egy rossz gondolatot, ahelyébe jön be a fény. És a fény az a szeretetnek, az isteni szeretetnek a szinonimája. És amikor te egy elérzékenyültél, ez az önszeretet, ez pont az, hogy valamelyik része, egy pici, általában egy kis része ennek az önszapulásnak, az önutálatnak, az önbántalmazásnak elengedődött, és önszeretet, azaz az isteni szeretet keresztül önszeretetté formálódott át, és mi úgy érezzük ezt, hogy olyan nagyon jó érzés. Tehát ez az igazi, ez az isteni szeretetnek az érzése. A kihívás itt az, hogy az a raktárhelység sokkal nagyobb, mint tudod szeretnénk, hogy legyen, és akkor van mindegyik bálát, meg csomagot, meg papírlapot át kell vizsgálni, és az szerint tudunk egyre inkább az Isten, beengedni az isteni szeretetet egyre jobban. Igen, és eddig tudod, megmondom neked őszintén, eddig az volt véleményem szerint a technikáimban a legnagyobb probléma, hogy egyrészt nem szerettem magam, másrészt régebb óta ismerlek, ugye mondtam neked, hogy az egót lehet, hogy sokan mások, de én is meg akartam ölni. Szerintem ez egy óriási hiba lett volna, hisz ő a gyerekünk, őt nem lehet megölni, őt is integrálni kell, átállítani a Star Wars idézet, átállítani a fény a Jedik oldalára, nem pedig a sötétség oldalára. Viszont én azt veszem észre a mai társadalomban, hogy aki elindult a szellemi úton, azok előbb az egót meg akarják ölni. Nem tudom, mi a helyes út, mert véleményem szerint az egót azt nem, tehát hamarabb megöli az embert, lelkét, szellemét, mondjuk a szellemet azt nem tudja, a lelket se tudja, de a fizikai testet azt simán ki tudja végezni, készíteni. Meg mit szólsz ehhez a felfogáshoz itt a szellemi úton, amit oly sokan hajtanak végre, vagy művelnek most, véleményem szerint, vagy és tapasztalataim szerint. Okay. A szavaknak nagyon nagy ereje van, és ezt mások is mondták, meg te is hallottad, de adok egy konkrét példát erre. Amikor mi ki akarjuk nyírni az egót, meg akarjuk ölni az egót, akkor egy részünket nyírjuk ki, egy részünket öljük meg. Tehát ez egy öngyilkosság. Ez nem evidens. Minél inkább ismerjük ezt az egymillió darabos vagy részes raktárhelységet, ami az elme, annál inkább látjuk, hogy próbáljuk elégetni azt a bizonyos bálát, viszont az egész lángra kap, és újra visszakapjuk a feldolgozatlan dolgokat. Tehát ebből olyan galiba lesz, ebből a mentalitásból meg kell az egót ölni, hogy magunk ellen fordítjuk igazán az energiákat. Magunkat kezdjük el ölni, és ez a fizikai síkon úgy mutatkozik meg, hogy immunrendszerbetegségünk van. Úgyhogy rengeteg embertől valami Hashimoto. Ez a támadó, ez az ölő, ez a gyilkos energia, ezt mi nem tudjuk, mert annyira el vagyunk foglalva a fizikai síkkal, főleg a régi mentalitásban, hogy nem tudjuk, hogy alul viszont egy tomboló alvilágot teremtünk, anélkül, hogy tudatában lennénk, és innen jönnek a szinte a legtöbb betegség, innen jön, hogy az egót próbáltuk vagy megtagadni, vagy felülírni, vagy megszégyeníteni, vagy megölni, és így tovább. Azért mondom, vannak érzelmek, azokat el kell engedni. Vannak hiedelmek, azokat semlegesíteni kell. Vannak úgynevezett töredezett elmei részek, ami egy elkerülhetetlen része a gyógyulásnak, majd erről is beszélhetünk később. Itt ezeket integrálni kell, mert ilyen homokszem nagyságú ellentétek vannak. Vannak az árnyaink, amiket integrálni kell. Most ez a gyilkos, ölő, támadó, megölöm az egót, ez mind itt van lent az árvilágban. Ami árny az ránk integrálatlan, az ellenünk fordul, ellenünk rezeg, ellenünk teremt, betegséget, anyagi gondokat és kapcsolatbeli problémákhoz vezet. Tehát igazán ezért nehéz a
az embereknek elmagyarázni, hogy itt a fensíkon az a pár dolog, amire vágyunk, az több 10 000 dolognak egy ilyen kacifántos végeredménye. És ha az egót mi próbáljuk megölni, akkor ennek eleve megöljük a gyógyulási lehetőségünket, megöljük azt a részünket, ami egy szerves része kéne a törzsfejlődésünknek, és ilyen nagyon frusztrált, én megakadt világba fogjuk találni magunkat. Gyors megfogalmazás kifejezetten veszélyes. Akkor csak jól mondtam, lényegében át kell állítani a jelik oldalára, nem pedig a sötét oldalra. Így van. És ehhez mondtam, Sanyi, hogy ehhez tényleg kellenek mentorok, mert az ego nem olyan kis édes aranyos, mint ahogy mi hisszük. Van egy olyan verzió, és mikor megsimogatjuk a buksiját, van egy középiskolás verziója, hogy mondtam, aztán van egy nagyon durva doktor, smucig, esméletlen sunyi. És ahhoz nagyon precíz tudás kell, hogy hogyan tudjuk ezt a részét is úgy meggyógyítani, hogy ne álljon ellenünk, ne álljon a gyógyulásunk útjába, és tényleg megkapjuk azt a teremtést, amire igazán vágyunk. Igen, ezt én is tapasztalom jelenleg is magamon. Nekem ez a megélésem, ez az intuitív megélésem 2 hónapja volt körülbelül. Hát azóta folyamatos támadás alatt vagyok, meg be kell, hogy valljam. És olyan szintekről támad az ego, amiről korábban azt sem hittem, hogy létezik ilyen is. Ráadásul nem is egy, ha összejön neki fentről, akkor is azon elkezdek dolgozni, akkor már is támad jobbról, utána balról, alulról, előről, hátulról, mindenhonnan egy azonnal, hol egy bűntudat, hol egy megfelelési kényszer, hol egy harag, hol egy dű, hol egy hirtelen önutálat, hol egy lustaság, azonnal betámad. Hol pedig az úttól való elterelés, hozzáfogja, hogy hagyd a francba ezt az egészet, nem neked való, meg hallom, ahogy beszél hozzám. Csak figyelem az eseményeket. Igen. De tényleg ilyen, úgy azon nagyon ilyen brutál szintű támadás alatt vagyok. Ezáltal, hogy mindenféleképp próbálja ezt a megélésemet a sárba tipolni. Ha belondolsz, akkor a támadásnak is van egy pszichológiája. Ugye minden támadás öntámadás, és bármikor minket bántanak, tehát itt akkor a fizikai traumák, meg verbális abuz, tehát a traumák, meg akkor a szexuális traumák, meg a keményebb traumák, vagy minket megtámadtak, legalábbis mi úgy érezzük, vagy úgy emlékszünk, és akkor minden ilyen támadásból mi kitermtünk egy ilyen csöndes, egy alverziót a tudatalomban, ami ugyanilyen támadó aspektusba megy át. Ez egyébként a Hashimoto problémának az alapja, hogy annyira támadunk, ugyanakkor félünk a támadástól, hogy a két világ között megrekedünk, és akkor ezeket kell az árnyintegrációs technikával, meg a most megjelent visszlátszorongás elő új életben, az a nagy technikával gyógyítani, hogy ránézel erre a támadó aspektusra, és elkezd egy úgy gyógyítani, hogy ne féljen. Mi csak akkor támadunk, ha félünk. És akkor a kérdés, mitől félünk? Mitől félünk? Nagyon sok rétegben van ez a félelem, nagyon sok válasz van, és mindegyik válasz, mindegyik réteget meg kell gyógyítani. Ezért ilyen komplex. És van egy olyan része is egy kicsit a gyógyulásnak, hogy olyan ismétlődő. És ilyenkor az ember egy kicsit úgy elbizonytalanodik, hogy ezt már mondtam, ez valós? Igen. Ezt hívok töredezett elmének, hogy ugyanaz a válasz megjelenik több ezer helyen, és ugyanaz a technika, ugyanaz a szókörnyezet, ugyanaz a metódika kell ahhoz, hogy integráljuk, hogy kilépjen a zavarásból, vagy tudod, ebből a zavaró meg a bántó beszédünkből, ebből a háttérzajból. És akkor emögött van az a kis finom intuitív hang. Igen, na ezt egyébként én is észrevettem, hogy az intuitív hangot így próbálta betámadni, például a megfelelési kényszernél nagyon-nagyon-nagyon sok dologgal, itt a párkapcsolatra is gondolok, akkor a család, munkahelyjel, saját magammal, tehát mindenhogy próbálja sárba tiporni, amit említettem is neked.
Nagyon jó dolog volt egyébként, tehát ez az intuíció, ez a megérzés, az önszeretet, ez hatalmas élmény, nagyon bátran ajánlom minden kedves nézőnek, hogy ezek el legyen minél több ilyen tapasztalata. Illetve lenne még egy olyan kérdésem, Robi, hogy az önszeretet megélésekor beindul valóban egy folyamat, vagy pedig még ilyenkor az ego, még, vagy az elme programok, ugye, ahol le vannak rakódva, vissza tud-e még fordítani az úton? Vagy pedig ilyenkor már egy úgynevezett isteni vezetetés alatt állsz, és nincs visszaút. Tehát ha tetszik, ha nem, így vagy úgy, de elindultál ezen az úton, itt már fejlődnöd kell. Tehát visszakérdés, a kérdés a következő, a kérdésemnek a lényeg, hogy vissza tud-e fordítani az ego, vagy pedig itt beindul egy folyamat, ami fölfele halad a szeretet, az egység felé. Az ego nem akarja, hogy előre haladjunk, tehát az egónak a legnagyobb a félelme az, hogy ugye egy felfedezik, a másik meg, hogy szükségtelenné válik, és ennek érdekében mindent megtesz, mert ránk is támad, hajlandó minket megölni, csak hogy ne kelljen az ő régi gondolkodásmódját és az energetikáját feladni. A gyors válasz arra, hogy igenis, nagyon erősen vissza tud minket fordítani. Én rengeteg ilyet látok. Az emberek elindulnak a spiritualitás útján, és belekerülnek olyan csapatokba, meg csoportokba, amit ők spiritualitásnak hívnak, és abszolút nem az. Majdnem, hogy az ellenkezője. Jó, aztán a spiritualitás az a nagy kifejezés, tehát mindenki spirituális, tudod? Tehát nem az a lényeg, csak megszégyenítik magát ezt a fogalmat rossz viselkedési formákkal, olyan dolgokkal, meg olyan gondolkodásmóddal, ami tényleg nem ennek az útnak a része. Tehát nagyon fontos, nagyon szükséges a fegyelem. Erre mondtam, van 12 fegyelmi aspektusunk, és ezt a 12 apostol képviseli a Bibliában, mint tudatossági szinteket, hogy mire, milyen szinten kell fegyelmezettek maradunk, azaz erre mondják, hogy tartsd a célon a szemed. Ez nem azt jelenti, hogy az automatikusan meg fog történni, hanem nagyon precízen tudni kell azokat az oldási technikákat, azokat a pszichológiai, logikai lépéseket meg kell tenni, és haladni tovább. Nagyon könnyű beadni a derekunkat. És nagyon sokan beadták a derekunkat. Hú, egy nagyon jó dologra világítottál most rá, hogy ezért kell a célon tartani a szemünket, a fókuszunkat. Most nekem egy olyan kérdés merült fel bennem, hogy az ego célja, az nyilván nem a tudat célja. Aki már egy kicsit tudatos, annak egyértelműen az egység a célja. Az egói viszont még nagyon-nagyon hangos. Ilyenkor melyik cél az, ami erősebb, ami számot tevő? Tehát te már belül érzed a célod, az egónak a célja meg nyilván az ellentéte. Mi az igazi cél ilyenkor? Melyik cél számít Isten igazából? Melyik a domináns? Ha érted a kérdésemet. Igen. Nagyon trükkös az ego. Tényleg trükkös. Ez olyan, mint egy eszmetlen profi világbajnok sakkmeccs, vagy egy sakkbajnokkal sakkozni. És minél hátrébb megyünk ebben a raktárhelyiségben, vagy minél lejjebb megyünk az elmély tartományokba, annál, hogy úgy hívtam, hogy ninja. Néha kapom egy olyan sallert, hogy ránk ugrik, hogy ez honnan jött, és hogyha nem tudod hogy magad jó, vagy megvédeni, vagy elhárítani, akkor tényleg eltaknyolunk. Az a nehéz a fény felé haladásban, hogy nagyon sok sötétséggel találkozunk. Az ego nem akarja, hogy a fényt igazán megtaláljuk és megszeressük, és ott maradjunk. Az ego nem a fénynek a reprezentatívja, azaz a képviselői. Ezért az egót nagyon könnyű úgy programozni,
hogy butaságokat csináljon az ember. Az egót nagyon könnyű úgy programozni, hogy leredukálja az önbizalmunkat. Az egónak viszont vannak olyan trükkjei is, hogy mikor megduzzad a mellünk, mikor olyan büszkék vagyunk, ó, ez jó. Azzal is vigyázni kell, mert abban meg ott van olyan pszichológiai konfliktusok, amiről mi nem is tudunk. Azért sokszor mondtam, hogy vigyázz a feelinggel, az érzéssel, mert az ego nagyon jól tud érzéseket teremteni, jó érzéseket. És a legtöbben van azt mondja, hogy ez jó, ez egy jó érzés, ezzel megyek. És az ego mondja, hogy tudod, ez jó beltet. Az a lényeg, hogy minél tisztább az elme, annál kevésbé a feeling, ez az érzés számít, annál inkább a tudatosság és ez az irány, az Isten irány. Ez a tudom, hogy jó úton vagyok. És tudom, hogy a becsület útján járok. És tudom, hogy a teremtőt szolgálom. És tudom, hogy az én létemmel másoknak, a többi embernek segítek. És akkor itt jön a csomó másik ilyen kiskapu, hogy de már nem várok el semmit. Mert tudom, hogy a teremtő az ő maga útján engem biztonságban tart, mert visszakapom a jutalmat valamilyen szinten, nem magamért csinálom, hanem a teremtőért, az emberiségért. És egy olyan érdekes út lesz, ahol már az egónak nincs helye, hogy se büszkeségre nincs szükség, se magyarázatra nincs szükség, és ez a sok apróbb, ilyen napi szinten megtalálható valami teljesen eltűnik az ember életéből. Na most ez egy nagyon ijesztő folyamat. Most te is ott vagy, hogy most, ahogy mondtam, beestél a kígyóverembe. És azért mondom neked sokszor, hogy ez része. Tudod, ezek ennek a mentorok. Én is mondom neked, hogy te jó úton vagy, most erre vigyázz, most ez fog történni, ez a következő lépés, minden oké, okay, csak most nem, leléptél a strádáról, és most földúton vagy. Ez nem azt jelenti, hogy rossz irányba haladsz, csak most ez nem olyan kényelmes. Nagyon trükkös az ego, a fény felé vezető út, az nagy megpróbáltatásokkal jár, viszont ezek a megpróbáltatások fedik fel bennünk az ellenállásokat és a sötétség felé való ilyen irány vagy hajlamot. És minél inkább tudatosabbak vagyunk, annál inkább felfedezzük a trükköket, a kitérőket, a bennünk lévő gyengeségeket, a fegyelmezetlenségeket, a felelőtlenségeket, és akkor azt tudjuk korrigálni az elmében, azáltal megyünk tovább a fény felé. Értem, nagyon bízom benne, hogy a kedves nézőnk is értették az intuíciót, illetve az elme és a gondolatok közti eltérést, vagy különbséget. Illetve, jaj, Robi, tényleg, bocsánat, már itt majdnem befejeztem az interjút. Igaz, a férfiaknak vagy a nőknek van több intuitív megélése. Van-e különbség a két nem közt, itt a dualitásba, a 3D-be, fizikai formába? Mind a két nemnek kéne, hogy legyen fantasztikus intuitív képessége. Tehát ez nemtől függ, annyi a különbség, hogy a nők sokkal komolyabban vették az önmunkát és a gyógyulást, mint a férfiak. Most ez a mágneses pólusváltás miatt ez kezd változni, mert különben nem illik túl azok a férfiak, akik nem oldják fel az ő saját női oldalukat, azaz az érzelmi részüket, azaz a traumájukat. Nem oldják meg a konfliktusokat. Ha belegondolsz, mert csinálok egy videót, itt vagyok indián földön, itt, ahol most lakunk, itt vannak a javapá indiánok, a hópik, az apacsok, stb. Mert megnéz bármiféle régi indián mozit, ugyanolyan intuitívak voltak a férfiak, mint a nők. És az intuíció, hogy nekem azt mondták a szellemek, hogy az jött le, tudod, ez az intuíció. És minél inkább az ego már nem ellenünk van, hanem már felemelkedett velünk, annál tisztább ez a kapcsolat a felső világokkal, a szellemi világgal. És az is történt még, hogy nagyon hosszú ideje már ez a teremtői kapcsolat, az intuíció, ez a teremtővel, a világgal való kapcsolatnak egy szimbóluma, ez eléggé erősen meg volt támadva az invertált Matrix világában.
ez ki lett gúnyolva, ki lett nevetve, akkor mindenféle táplálkozási, hogy mondjam, dolgokon keresztül gyengítették az intuitív hozzáférhetőségünket, és ezáltal próbáltak minket távol tartani az igazi teremtő erőnktől, az isteni közelségtől, a fénytől. És ezért volt ilyen nehéz, ezért tűnik úgy, hogy már több tízezer fekvőtámaszt nyomtunk, és még mindig, tudod, valami hiányzik. És most nyílt meg a nagy kapu a csillagmagoknak, hogy most már kezdjük látni az értelmét és a lényegét ennek az egész játszmának. Jó, Rubi, én azt én úgy vélem, hogy én is, illetve bízom benne, hogy a kedves nézők is választ kaptak a kérdésükre. Még mondhatok valamit? Éppen hogyne, persze. Okay. Persze. Azt szeretném mondani, hogy az intuíció az mindig jelen van, csak néha egy pár filmkocka erejéig a mozingban, az életünkben az ego, az szereti a traumát. Az mindig belehajt minket egy traumatikus helyzetbe, hogy a szívünk újra összetörjön, hogy újra úgy érezzük, hogy cserben hagytak minket, hogy újra úgy érezzük, hogy elhagytak minket, hogy újra úgy érezzük, hogy belemegyünk bántalmazó kapcsolatokba, ez mind az egónak a trükkje. Viszont mindig van egy pici halk hang, hogyha tényleg lelassítjuk a gondolatot és regresszióba visszamegyünk, ahogy említem, mindig van egy pár filmkocka, amikor mi tudtuk pontosan, hogy jön a trauma, tudtuk pontosan, hogy valami nem stimmel, tudtuk pontosan, hogy valami lesz, és ennek ellenére mi mégis belmentünk. És ez a megtagadás ennek az egy kis filmkockának, azaz az intuíciónak, a finom hangnak, ez az ego játszmája. Ez, amit nekünk ki kell iktatnunk és integrálnunk kell magunkban, mert akár hiszed, akár nem, ez az Isten és az ördög közötti harc. És mikor igazán gyógyulni akarunk, akkor ezt a finom, intuitív filmkockát meg kell találni, ebből kivenni azokat az energiákat, amiket technikákon keresztül be tudunk tenni a történetbe. És akkor meggyógyul a történet, akkor a gyógyulás követi a test, és akkor magasabb tudatosságra teszünk szert. Tehát mindig ott van az intuíció, akkor is, hogyha próbáltak minket mindenféle kajával, meg fogkrém típusokkal, tudod, úgy leredukálni, csak az a baj, hogy soha nem magyarázta senki nekünk egyszerűen, hogy ezek a finom intuitív üzenetek, amiket mi figyelmen kívül hagytunk, okozták a nagyobb problémát, azaz a traumákat. Itt a... Említetted az étkezést, illetve a fogkrémet, a tobozmirigyre gondoltál, ugye? Igen, a tobozmirigy, akkor a fluorid, ugye, hogy nem tudom, hogy nem fluornak hívják, azt hiszem, fluoride. Igen. Tehát most ebben nem akarok belemenni, mert annyira erős lények vagyunk, hogy mikor az elménk tiszta, így mérget ihatunk és lábra állunk, tehát visszajövünk az életet. Tehát tudod, az elme tisztasága adja meg nekünk azt az isteni védelmet, és azt a tisztító képességet, hogy nem lehet minket megtámadni. Magyarul halhatatlanok leszünk. Ez az örök élet titka, az üres elme. Értem. Hú, nagyon, nagyon szívbe markoló volt most, amit mondtál nekem, és meg kezem is felállt a szőr, büzseregtem. Ja. Elképesztő hasznos tanácsokat és válaszokkal láttál el, és mondom, nagyon bízom benne, hogy a kedves nézők is választ kapnak ebbe a videóba arról, hogy az intuíció mi is. Köszönöm, Robi, ahol találkoztunk, hamarosan folytatjuk a interjú sorozatunkat. Jó, és akkor nádott szép estét kívánok itt Magyarországon, neked pedig ott még ha jól tudom, reggel van, ugye? Délelőtt 11 van. Na jó, akkor neked pedig jó vágyat kívánok. Jó, oké, köszi szépen, Sanyi. Szép estét. Köszönöm, neked is szép napot. Szia.